81 éves korában elhunyt Mészöly Kálmán, 61-szeres válogatott labdarúgó, aki szövetségi kapitányként három időszakban irányította a magyar nemzeti együttest. A szőkesziklaként ismert egykori középhátvéd ősszel a János Kórház belgyógyászati osztályára került, ahol tüdőgyulladás, keringési rendellenesség és fertőzés miatt szorult kezelésre. Az egykori labdarúgó ezután megfertőződött a koronavírussal is. Mészöly Kálmán a magyar labdarúgás történetében egyedüliként vehetett részt játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnokságon. Három korszakban összesen 61-szer irányíthatta a válogatottat, így játékosként és kapitányként ugyanannyi számú meccs jutott neki, ami rekord. A Vasas közleményében hangsúlyozta, hogy a Mészöly-féle aranygeneráció volt az, amelyik az 1960-as években világszinten is ismertté tette az egyesületet. Hát elnézést a szokatlan kezdésért. Természetesen nagy szeretettel köszöntjük a nézőket és vendégeinket is, Zolit, Balást és Gábort. Ugye általában az a trend a televíziókban, hogy felkonferálnak a műsorvezetők egy-egy összeállítást, riportot vagy anyagot, ahogy azt mi nevezzük. Hát most ez az én személyes kérésem volt, hogy ne kelljen semmit mondanom ezelőtt, mert nem nagyon tudtam volna. Utólag is nehéz a személyes barátság okán csatornánk egykori alapító szakkommentátora hagyott itt minket, úgyhogy nagyon nehéz megszólalni, de hát ez egy tévéműsor, ahol általában beszélni kell, így most is természetesen beszélni és emlékezni fogunk Mészöly Kálmára. De ha jól tudom, akkor Zolinak volt egy felvetés, amivel én mélységesen egyet tudok érteni, hogy Kálmán egy elképesztően vidám figura volt, úgyhogy mi most itt nem fogunk szomorkodni, igaz? Mert ez nem illik hozzá egyszerűen. Igen, hát ugye a Kálmán olyan azok emberek közé tartozik, akikről úgy gondoljuk, hogy sosem fog meghalni. Sosem halunk meg. De való igaz, hogy ő nem szeretné, vagy nem örülne neki, hogyha a szőke szikla kapcsán mi most zokognánk. Bár hozzá kell tennem, hogy pont a 80 éves születésnapján ő elérzékenyült, amikor köszöntöttük nem csak én, hanem hát több száz ember és több száz gyerek. Amikor az MLS-ben együtt dolgoztunk, akkor Kálmán fél napokat töltött nálunk régi sztorikkal, és hát az legjobb sztoriát, hogyha megengeditek, akkor elmesélem. De persze ez is már olyan, hogy sokkal jobban mondta, mint én. Annak idején ugye volt ez az óra csempészés, annak idején ugye Balcó Andrást is emiatt meghurcolták, de hát mindenki tudta, hogy sejemharisnya, nejlonharisnya, óra csempészés is. Terpitkó András volt a MLS elnöke, aki egyébként akkor a Vámis pénzügyőrség parancsnoka is volt egyben, és a srácok, Kálmán is, Sándor Csikar, többiek elhatározták, hogy az ő táskájába rakják be az órákat. Behúzták, mert hogy majd jön a finánc, és Terpitkó elvtárs. Nyugodtan. És így is történt, jött a finánc, ott volt Terpitkó elvtárs táskája, benne dugig az órák, de persze ő nem tudta, mert ők tették bele. Ó, Terpitkó elvtárs, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, viszont. Nem, az én táskámat is, ugyanúgy, tessék, úgy, mint a tanúban, hogy az én táskámat is, ugyanúgy, tessék, kinyitni. Hát kinyitották, borultak ki az órák, és akkor a Kálmán még erre is rátette, ahogy ezt 20-szor adottam, de mindig jó volt. Sándor Csikar ment, persze fegyelmi büntetések az egész csapatnak, és akkor a Sándor Csikar maga ilyen kis zsebre dugott kézzel, hogy ment, és akkor szembe jött fel a Terpitkó. Mi van a Terpitkó elvtárs? Csempészgetett. Szóval ez volt Kálmán, és ezt akár bárcsak még egyszer hallanám tőle ezt a sztorit. Én arra emlékszem egyébként az egyik ilyen nyilatkozatára, ami egyébként szerint, én ugye nyilván nem láthattam játszani, hogy ami szerintem az egész személyiségét valószínűleg nagyon meghatározta, egyrészt ez az őszintesség, másrészt meg arról, azt nagyon tetszett, amikor emlékszem, mondott, hogy őt egyáltalán nem érdekli, hogy az Albert Flórián jön szembe vele a pályán, vagy a Pelé, de rajta nem fog átmenni. Tehát, hogy őt ez nem érdekli, hogy ki jön ott szembe, ő le fogja szerelni. Tehát, hogy egy idegen hagyja, hogy ki az. Meg a fény, hát gondolom, a Mészőkemen a kapitány, a az abszolút, és annak a meccsnek az emléke már itt a bemelegítés alatt beszélgetünk, hogy mindenkiük emlékszik, hogy hol volt akkor, pedig ez nem ma volt, 32 évvel ezelőtt. 81-ben volt. Igen. Én 13 évesen kim voltam ezen a meccsen, tehát láttam ezt. Hát ha 81-ben voltak, az 41.
Igen. Ja, ráadásul vissza. Nem 31, csak 41, igen. Na, én 13 éves voltam. Fiatal, nem, de azt mondod, hogy 31 éve volt. Én mondtam félre. Igen. Akkor igen. Én mondtam félre. A matek fa. Na figyelj, csak hogy erre ráerősítsek, ugyan nincs felhatalmazásom, hogy elmondjam, de hát, ha nem lesz belőle probléma. Kálmán halála után beszéltem Gézával, a fiával, természetesen részvételt nyilvánítottam, és kérdeztem pár dologról, hogy mégis mi hogy zajlott, és elmondta, hogy az utolsó nap volt a legjobban Kálmán, és olyannyira, hogy az ápolónő Shakirát táncolt neki a kórházban. Nem vicc, ez halálkomolyan, és annyira fel volt dobva, és annyira vidámságot teremtett még a kórházi ágyon is ilyen súlyos betegen maga körül, hogy ez tényleg hátborzongató. És ahogy mondtad, hogy mindegy, hogy Pelé, vagy bárki, vagy Albert jön szembe, rajtam nem medál. Hát emlékszem egy elnökségi ülésre, ahol rögtön megalapozta a tekintélyemet az elnökség előtt, azt mondta, ezt az Olinak mondtam, mert ő a fiammal játszott, többiek ne figyeljenek, közben a magyar futballvezetés krémje ott volt, és akkor mondta elnök úrnak, hogy elnök úr, Szepesi Gyuri bácsi is kérdezte mindig, hogy hogy állunk fel. És én pedig azt mondtam, hogy az ellenféllel szemben. Mert ennyi tartozik az elnökre. Ez persze olyan kell, egy olyan elnök kell, akinek van humora. És nagyon szerették egyébként Kálmánt mindenhol. Egyébként az a film, amiről beszélünk, azért éppen tényleg egy mérföldkő sok tekintetben. Bocsánat, szerintem felnőtt már legalább két generáció, aki nem tudja, akkor most mondjátok el, hogy volt itt, amikor a szövetségkapitány volt. Mészői Kálmán a kapitány volt. Igen, Mészői a kapitány. Így van, Mészői a kapitány. Mészői a kapitány, 1981-es dokumentumfilm. Nem nagyon készült korábban olyan film, ami gyakorlatilag egy darab meccsnek a története. Ugye, narráció nélkül. Narráció nélkül, végigköveti egy kamera, gyakorlatilag végig Mészői. Tatai edzőtábortól a Népstadionig. Igen, pontosan. És hát ugye hihetetlen érdekes, mert valóban olyan, mint egy művészfilm kis túlzása, hiszen nincs narráció, a meccsből is csak villanásokat látunk. Nagyon érdekes azt figyelni, hogy az elején, ugye hát a Mészői Kálmán sem szokta meg, hogy meccs közben edzőként végig rajta van egy kamera, ha megnézitek, az első viselkedik. Az első fél időben még feszeng, láthatóan, nem tudom, oké, egy-egy a meccs, még feszeng, és most elfelejti ezt, ahol már benne van a meccsben. A zseniális rész, amikor elküldi. Egy magyar-norvég meccs. Magyar-norvég 4-1 lett a vége, de 1-1 volt, és nagyon fontos volt, mert ezzel jutottunk. Így van. És egy-egynél le akarja cserélni a törőcsiket, és elküldi az izsót melegíteni. Az izsó elkezd melegíteni, és akkor mire a törőcsikét... A kislacit akarja lecserélni. Hiszen ő rúgott kettő. Kislacit akarja lecserélni. Nem, a törőt akarta lecserélni. A törőt akarta, vitatkozottak vele. A törő három gólpaszt adott utána. Így van, így van. Tehát a törőt akarja, és utána rögtön a 16-os sarkánál kiharcol egy szabadrúgást a törő, oda is áll, egyből beadja a kislaci befejeli, és utána változóan látszanak, hogy vett fel a melegítődet. És utána odaszól a mezét. Érdekes, valamiért úgy maradt meg benne. Törőt akarta lehozni. Jól tudjátok, hogy kislaci lőtte a gólt. Kettőt is. De a törő és a náci egy poszton játszottak. Bocsánat, náci, Izsó Ignác. Izsó Ignác, bocsánat, a becenét. Izsó Ignác egyébként pont ez volt szegénynek az átka, hogy a törő posztján játszott, és ugye le akarta cserélni, és utána odaszóltam ezért, hogy én meg le akartam. Én meg le akartam hozni. És utána adott még két gólpasszt a törőt. Igen, szenzációs. Na, Zoli, hoztál nekünk valamit, nem? Hogy ez a vidámság faktor még megmaradjon Kálmán kapcsán. Nagyon nehéz, tényleg, mert közben ugye az a 80 éves születésnapjára a gyerekei, Géza és Kálmán, de főleg Kálmán, akinek a szöveg és a nevéhez fűződik, csináltak egy ilyen klippet, és hát gondoltam, hogy Kós János a 75 éves születésnapra biztos felénekelte ezt. Egyébként ez a filmből egy részlet, és Mészői a kapitány. Tehát felénekelte akkor a 75 éves szülinapra. Majd egyszer csak Géza azt mondta, hogy és körünkben van Csipos Péter, az Irigy Hónajmirigy énekese. Én komolyan mondom, azt hittem, hogy tényleg a Kós János énekel, és szerényen ott volt Sipos Péter ordibál, ugye ez is, tehát ez az a klip, amit tulajdonképpen csak azok csinálhatnak meg, akik nagyon szeretik Mészői Kálmánt. Mert olyan, mint Cyrano, hogy a magunkat... Magamat, igen, de itt a magunk, azért itt van Garabai Imre például, mögötte Martos Győző, tehát ez pontosan az a... És ugye Sipos Péter hangját halljuk, én meg azt hittem, hogy törő, nyíl, és Müller Sanyi. Sallai Sanyi. Szóval... Ezeket fejből... Ez megy. Igen. És
Kálmán elsírta magát. Tehát annyira meghatódott ezen, és annyira, hát, hogy a 80 éves szülinap volt, ez most nyáron volt pont egy éve, és tökéletesen érezte azt a szeretetet, ami felé árad. És ott voltak gyerekek is, ugye a Mészői focisuli, ezt talán ennyit elmondhatok, hogy a nevét viseli, hál' Istennek egy focisuli, és hála jó Istennek, hogy ezek a gyerekek tudják, hogy milyen klubban futballoznak. És akkor elérzékenyült Kálmán, pedig egy hihetetlen kemény pali volt. Tehát én is láttam, egyszer volt, még egy utolsó történetet hadd mondjak el, amikor magyar-román 0-0 volt. Ugye 1-0-ra megvertük a románokat itt, és 0-0, és akkor azt mondta, Mésző elvtárs, most az a pillanat van, hogy bármit kérhet. És akkor Kálmán egy kicsit, hát ez Erdélyt. Ennyi. Szóval ez volt Kálmán. Ja. Na jó, hát... Tényleg örülök, hogy végül is tudtunk nevetni, tudtunk mosolyogni egy ilyen végtelenül szomorú hír kapcsán. Mi a magunk részéről így búcsúztunk.